Sziasztok! Mai napon szeretném nektek bemutatni a Sziamasztal a Psyllium Proteint, ami egy útifűmagból készült növényi fehérje készítmény. De mi is az az útifűmag? Az útifűmag az egy Indiából származó gyógynövény, magát a magját, illetve a makhiját is felhasználják különböző gyógyászati célokra, és bizonyos diétás ételeknek a kiegészítőjeként is szolgálhat. Rengetegféle jótékony hatással bír egyébként ez a növény, ezért mindenféleképpen érdemes fogyasztani húraszerűen. És akiknek leginkább ajánlanám, ez a vegánok, vegetáriánusok, ugyanis egy növényi fehérjéről beszélünk, illetve a laktóz, glutén és szójaérzékenyek is tudják fogyasztani, mert nincs benne semmiféle allergénanyag. Azok, akik normál étrendben vannak és fogyasztanak állati eredetű fehérjét is, azoknak egy nagyon jó kiegészítő fehérje lehet, tehát alapfehérjének nem ajánlom, mert nem olyan teljes értékű egyébként, mint egy állati fehérje a számukra. Viszont nagyon jó diétás időszakban, ugyanis magának az állagának köszönhetően, ami vízzel keveredik, ugye, hogy be van keverve, megdagad a belegben, illetve a gyomorban először is megdagad, és nem szívódik fel a gyomorban, hanem tovább megy a beleken keresztül, ahol a salakanyagot, illetve a felhalmozódott plakokat letisztítja. Tehát nagyon fontos szerepe van az emésztésben, illetve az emésztés elősegítésében, vagy akár a székrekedésben is megoldást tud nyújtani. Emellett az epítélt a májat tisztítja, koleszterin szintet csökkenti, illetve a vércukorszintet is normalizálja, úgyhogy nagyon sokféle jótékony hatása van, és elmondható, hogy szuper jó méregtelenítő. Megmutatnám nektek, hogy néz ki bekeverve a termék. Na most szándékosan a videó előtt kevertem be, ugyanis pontosan az a lényege, hogy lássátok, hogy milyen állaga lesz a gyomorban, ugyanis ennek köszönhető, hogy mivel bedagad, ezért elfoglalja a helyet valamilyen szinten a gyomorban, hogy ne legyen olyan erős az éhségérzet. Ezért nagyon jó diétában, főleg reggelente így gyomorra fogyasztva, de nagyon jó edzés után is. Maga az állaga az egy picit kocsonyás zselés állagú, ezért nagyon kíméletes a bélfal, illetve a gyomornyálka hátájának, és nagyon jó felhasználási lehetőségeket is biztosít, ugyanis akár pudingokba, különböző desszertekbe is fel tudjátok használni, tehát nem csak így magában fogyasztható. Viszont, hogyha magában fogyasztjátok, én úgy gondolom, hogy célszerű rögtön meginni, hogy ne legyen ez az állag, és majd később a gyomorba érve alakuljon ki ez az állaga. Egyébként 25 g egy adag, amit 3 deci vízzel célszerű kikeverni, minél nagyobb mennyiségű folyadék legyen hozzáadva, ugyanis többszörösére be fog dagadni a készítmény. Ha bármi kérdésetek van, a Sziamaszt Hungary Facebook oldalon, illetve a privát Facebookomon megtaláltok, a termék webshop linkjét pedig a videó leírásában megtaláljátok. Köszönöm, hogy meghallgattatok, legyen szép napotok, sziasztok!